Istünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Isten hozott benneteket a mai mérték áhítatra. Ezt az áhítatot már az irodában tartom, mert a kápolnát, a gyülekezeti termet lecsupaszítottuk, felújítás kezdődik el, és reménység szerint, mire helyreáll az élet, mire újra együtt lehetünk majd, lehet, hogy ez csak szeptember lesz addigra, szépen felújított kápolnában lehetünk majd együtt. Most azonban megtartjuk a mérték áhítatot. Olyan napon, amikor különben nem lenne mérték alkalom, hisz május 1-e van, és lehet, hogy sokan családi programot terveztek volna, lehet, hogy mások pedig eljöttek volna velünk a gödöllői gyülekezeti piknikünkre. De most, mivel nem mehetünk el, a virtuális térben együtt vagyunk, és így kezdjük meg az áhítatunkat, az Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk kezdetű énekkel, az ének fizetünk 25. oldalában, énekeljük együtt, ha más nem, a refrént, a halleluját, mindannyian együtt tudjuk énekelni. Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk, itt állunk, várunk az újra. Kérünk, hogy hallgass meg hála énekünk, halleluja, 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 halleluja. Te csak az Istennek országát keresd, és az ő szent igazságát, minden egyéb megadatik majd neked, békéje áldása vár rád. Halleluja, 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 halleluja. Legyen ez az áhítatunk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, eléd helyezzük le mindazt, ami a szívünkben van. A félelmeinket, a nyugtalanságunkat, a bizonytalanságunkat, de eléd helyezzük le a hálánkat is, megtartó, megőrző szeretetedért. Kérünk, légy most velünk, és áld meg életünket, légy velünk szereteteddel, megtartó Istenünk. Amen. Új hónap kezdődött el a mai nappal, és a hónap igéjét szeretném felolvasni, május hónapnak az igéjét Péter apostol első levelében, a 4. fejezet 10. versében találjuk. Ezt írja az apostol. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Sáfár. Ma már alig ismert szó ez. Olyan szolgát jelentett, akit az Ura tej hatalommal bízott meg. Sáfár. Az Ura rábízta a földeket, hogy gondozza azokat. Szakértelemmel és odafigyeléssel. Az Ura rábízta a munkaerőt, talán a rabszolgákat, a cselédeket, hogy ossza be rendesen, hogy ki mit végezzen. Sáfár. Az Ura rábízta azokat a szerszámokat és azokat az anyagi kincseket, amelyekkel gazdálkodhatott. Az Ura szinte mindent rábízott. Sáfár. Ma már alig ismert szó ez. De mégis tudjuk azt, hogy Isten szántóföldjén, ahogy mondani szoktuk, vagy Isten háztartásában, mi magunk is sáfárok vagyunk. Isten sokféle kegyelmét adta nekünk.
Talán észre sem vesszük, hogy mennyi mindent ajándékozott nekünk az Isten, hogy azzal jól gazdálkodjunk mások javára, mások hasznára, Isten dicsőségére, sokak épülésére. Mennyi kincset kaptunk? Figyeljük meg, hogy a kapott kincseinket mi szeretjük saját céljainkra felhasználni. Ha okosak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy azért tanulok, hogy jó állásom legyen, és a jó állással majd jó kis fizetést kapjak, és szépen el tudjam majd tartani a családomat. Ha rafináltságot kaptunk, akkor azt mondjuk, hogy azt az ügyességet, amit kaptunk, azt használom ki arra, hogy jó kapcsolataim legyenek, és így épüljön körülöttem a hálózat, hogy sokakkal legyek kapcsolatban. Ha mondjuk talentumokat kaptunk, képességet a zenélésre, az éneklésre, akkor szeretnénk sztárok lenni, megmutatni magunkat, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, megmutatni magunkat, hogy mi milyen szupersztárok vagyunk. De ritkán gondolunk arra, hogy minden, amit az Istentől kaptunk, adottság, képesség, talentum, akár a személyiségünk is, valami olyan ajándék, amivel kifelé, mások felé kellene szolgálnunk, sőt olyan ajándék, amellyel Istent kellene gazdagítanunk, az Istent kellene dicsőítenünk. Sáfárok vagyunk mindannyian. Sokféle szolgálat bizatott ránk, mert nem vagyunk egyformák, különbözőek vagyunk. Péter apostol itt nem sorolja föl, de például Pál apostol egy helyen felsorolja azokat a lelki ajándékokat, amelyeket Istentől kaptunk. Lehet, hogy valaki ebben, más valaki abban jó, de minden kegyelmi ajándék azért adatott nekünk, hogy azzal szolgáljunk, azzal éljünk úgy a világban, hogy közben Isten neve dicsőítessék, ahogy Jézus mondja, úgy féljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mi mindannyian, kicsik és nagyok egyaránt, sáfárok vagyunk, és Isten sok mindent bízott ránk. Kire éppen a szelídségét, az alázatát, másra az okosságát, a harmadikra a jó képességét, és ezekkel mind az Isten országát építhetjük, békességben és szeretetben. Most nagyon magunkra vagyunk utalva, sokszor csak a képernyők előtt ülünk, és így beszélgetünk egymással, vagy így hallgatjuk a tananyagot, de ne felejtsük el, hogy egy közösség tagjaiként mi mindannyian ennek, mondhatnám így, ennek a közösségnek, ennek a gépezetnek kicsin csavarkái vagyunk, és a legkisebb csavarkára is szükség van. Sáfárok vagyunk, akik nem mondhatják azt, hogy nem csinálok semmit, csak fogyasztó vagyok, mint ahogy a társadalmunkban, a fogyasztói társadalomban ez oly divatos, hanem azt kell, hogy mondjuk, mi mindannyian a kegyelmi ajándékokban meggazdagodtunk, és éppen ezért másokat is gazdagítani tudunk. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten úgy, hogy mások gazdagodjanak a mi hitünk, a mi szeretetünk, a mi reménységünk, és a hitünkből fakadó jó cselekedetek által. Így áldjon meg bennünket a mindenható Isten. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Urunk, hallgass meg minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most áldjon meg benneteket az Úr, és induljatok el kis közösségekbe. A kisifinek is lesz csoportos beszélgetés, talán a kofisoknak is,
és természetesen a Nagyifi tagjait is várjuk majd a videós beszélgetésre. Isten áldjon benneteket minden utatokon!